kedves vendégeinket. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, akik elfogadták meghívásunkat a rendezvényünkre. Külön köszöntöm dr. Fazekas Sándor, földművelődési minisztert, térségünk országgyűlési képviselőjét. Huba Imre Csabát, a MAGOSZ elnökét, a Jászlajkun Szolnok megyei Agrárgazdasági Kamara elnökét, Kovács Szilvia, a polgármesterasszonyt. És elnézést a Tóth Albert tanár urat, aki talán egy picit hozzájárult ahhoz, hogy megszeressem ennyire a mezőgazdaságot és próbáljak ebből megélni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a diák éveket, amit nyújtott nekünk. Kedves vendégeink! A mai napon rendezvényünk egy olyan növényről szól, ami egy véletlen mutáció következtében jött létre körülbelül 100 évvel ezelőtt, és ismerté csak a múlt század közepétől vált. Ez a növény a héj nélküli tök. Addig az úgynevezett héjas tököt termesztették, fogyasztották, illetve köpesztés után a magjából nyerték ki az olajat. A tök termesztése a Dunántúlra, ott is főleg az őrségre korlátozódott. Majd az igények növekedésével egyre nagyobb területen kellett előállítani, ezért termesztése az Alföldön is elkezdődött, és így jutott el Karcagra is. Kevés gazda foglalkozik töktermesztéssel, mert ez a növény több odafigyelést és gondoskodást igényel az átlagos növénynél. Első tökvetésünk 1996-ban volt 2 hektáron, és ezt növeltük 100 hektárra. És ezt a területet minden évvel elvetjük. Gépesítése már teljesen megoldott, a vetéstől a betakarításig. A tök terület gyommentesen tartása évjárat függő, alapgyomírtásához bemosó csapadék szükséges, de időnként kézikapálásra kell a gyomokat írtani. Augusztus elejétől, mikor csökken a lomfelület, a terület elgyomosodhat esős évjárat esetén. Szeretnék néhány szót szólni, hogy hogyan is jutottunk el ide. 1994-ben kezdtem el gazdálkodni, 11 hektár kárpótlási földterületen, búzát és napraforgót termelve. 2 évvel később már az alternatív növények irányába is nyitottam, az első ilyen növény a tök volt. Majd követte amarant, sáfrányos szeklice, mák, olajlen, cukorrépa, panombükköny, olajretek, köres, hajdina, repce. És 4 évvel ezelőtt elkezdtünk gyógynövényeket is termeszteni. Ezek jelenleg articsóka, máriatövis, citromfű és a kömény. Ezek a növények sokkal több gondoskodást, odafigyelést igényelnek, mint a búza vagy a napraforgó. Célunk a magasabb feldolgozottsági szint elérése, ezért ezen növények egy részéből vetőmagot állítunk elő, illetve az olajat tartalmazó magvak egy részéből hidegen sajtolással nyerjük ki a készterméket. Erre alkalmas üzemünket ez év április 1-én avattuk fel, amiben tökmag, mák, lenmária tövis, napraforgó és repceolaj készül. Kedves vendégeink! Ebben a rohanó világban a mai kor embere, de főleg a gyerekek nagyon jól tudják, hogy a gyors ételmekben milyen menüt kaphatnak. Sajnos a reklámokban kevés szó hangzik el az egészséges élelmiszerről. Legyen az teljes kérdésű búzából készült kenyér, idegen sajtolt olajok jótékony hatása, vagy esetlegesen a gyógynövények jó hatása. Mi szeretnénk a helyi iskolák tanulóival megismertetni azokat az olajokat, melyek saját termesztésű növényeinkből sajtolunk. Szeretnénk azt is megmutatni a gyerekeknek, honnan, hogyan kezdődik a növények élete, hogyan jut el az ő asztalukig az, ami belőle készül. Reméljük, hogy lesz érdeklődés az iskolák és a gyerekek részéről is. A tökről és ennek betakarításáról kint a Szátóföldön fogok részletesebben beszélni. Kérem miniszter urat beszéljenek megtartására, és köszönöm a figyelmet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendéglátók, professzor úr, elnök úr, kedves diákok, szeretettel köszöntök mindenkit a mai betakarítás alkalmából. Köszönöm a meghívást is, és örülök annak, hiszen valamennyien hasznosabb tartjuk majd, hogy egy ilyen eseménynek a részesei lehetünk, mert egy egészen speciális növényi kultúráról van szó. Az olajtök termesztése erre a mi kúrsági vidékre, sőt a Tiszántóba is elmondtuk, egyáltalán nem volt jellemző 20-30 évvel ezelőtt.
Itt vendéglátók ismertek jó néhány dolgot. Én megpróbáltam visszakeresni a történelemben azt, hogy a növényolajoknak a készítése Magyarországon hova nyúlik vissza, és a gyógynövényekből készített olajok, a héjas rögből készített olajokat több száz év óta része a táplálkozásnak, a gyógyászatnak, a mezőgazdaságnak. Lehet olvasni régi felejegyzéseket, ahogy milyen vita volt, hogy a hova jutjon az, kinek a véleménye legyen, melyik településen volt, hol a földesúré volt, hol valamelyik korostoré, hol egyházi, katolikus egyházi tulajdonban volt. Tehát a mi vidékünkben egyik se jelző, nem voltak földesúrak, nem volt katolikus nagybirtok sem. De nem is foglalkoztak ezzel, mert a zsiradékot, azt a disznótartás produkálta, a sertés zsírt, illetve a zsír, ezzel főztek a régiek jónzsírral. A táplálkozásnak ebből a szempontból külön jelentősége van. Most az országnak azon a részén, ahol nem tudtak ennyi takarmányt termelni, ott növényjelenetű olajokkal igyekeztek azt pótolni. Ez a Nyugat-Dunántúl, az Őrségre, a Bentvidékre, a Vasmegyei területekre jellemző, ahol aztán, amikor bejött a fényéküli tök, ennek az olaja még nagyobb teljesítményt produkált. Azért is ez a legfőbb ilyen növényi alapanyag, amit tetszik ezen a területen. Tehát én nagyon örülök annak, hogy itt a nagykínságban és az elmúlt néhány évben jó néhány, itt kedves vendéglátók is meglátták a lehetőséget abban, hogy ez egy jó jövedelmező növény, sok munkát igényel, odafigyelést igényel, de érdemes vele foglalkozni. És hogyha megyünk a határban, akkor ő itt a mód lehet is látni azt, hogy termelik, de ami nagyon fontos, és ehhez gratulálok, hogy itt sikerült a teljes vertikumot fölépíteni, tehát megvan a termelés, a feldolgozás és a kereskedelem is, részben vagy egészben a kereskedelem is, mert akkor van, ez különösen a kedves diákok számára fontos, akkor van igazán a gazda kezében a saját megélhetése, hogy a teljes a termeléstől a kereskedelmi terjedő vertikumot saját kézbe tudja tartani. Akár szövetkezve, akár külön-külön, ez nyilván a műfajoktól is függ, hiszen ezek a speciális fűszerek, növényi olajok, különleges élelmiszerek, ezek néha egészen kis mennyiségben állnak rendelkezésre, de ehhez képest lehet, hogy komoly kereslet van és tisztességes ár is, amikor valaki ebből próbál majd megélni. Visszatérve a tökre, itt a mi vidékünkön ez egy eléggé közönséges növénynek tűnik, hát ez így is van egyébként. Sütőtökkel foglalkoztunk egy pár évvel ezelőtt, tehát nem volt egy olyan felemelő érzés, amikor megélhetett, és aztán betakarítottuk. De ez amiatt van, mert még nem aknáztuk ki a benne rejlő lehetőségeket, és talán ez nem mondom, hogy kövessük mások példáját, de inspirálóakat mindenkire, hogy a németeknél és az osztályoknál, de a szlovéneknél is, az olajtökre és ezen kívül még 30 féle dísztökre egy egész őszi kultúrkör épül, ahol olajpréselés, tökszület, falusi tökfesztiválok, városi tökfesztiválok sorakoznak a naptárban. Megyünk végig az út, mert akkor szalmabálák vannak kitéve, azon is ott van a tök, meg tökhubac, irányító táblákkal, hol lehet venni dísztököket, és ilyenkor ősszel sorban állnak már az emberek azért, hogy otthon őszi dekoráció céljára vegyenek minél több dísztököt, és persze mellette tök magot, meg mindent, amit ebből lehet készíteni, a szappantól kezdve a különböző süteményekig. Tehát ráépül egy egész kultúra, egy egész termék, ami megjelentés és pluszjövedelmet jelent a vidéki motelkulatosnak, úgy, mint amit a rendelkezik szervezi, vagy végső soron a termelőnek is. Több tíz éve ember átalakott területet. Tehát ez mutatja azt, hogy milyen kis dologból is milyen sokat képesek kihozni. Azokból nyilván zavartan a körülmények között, meg egy másfajta szemlélet módban élő társadalomban termelnek. De más termékekre is érvényes, mert nálam az udvarkának sincsen azért a nagy presztízse, mint mondjuk a birkapörkörnek, ami mellé el szoktunk fogyasztani, de vannak olyan vidékei Németországnak, amelyek az uborka termelésről nevezetesek, 50-féle uborkát termelnek, és a sörös dobosztól kezdve van, ahol papalsz hozzák, nem tudom, hogy fogalmazzak, a boldogség mindenféle uborka kapható, nagy és kicsi, pucolt és fehér, zöld és sárga, és így tovább. Tehát látszik azt, hogy ezekben a termékekben sokkal több van, mint amit jelenleg el tudunk élni, illetve van, aki már elért észre a kedves vendéglátóim, majd megmutatják a teljes termékskálát, de messze Magyarország, a magyar gazdatársadalom ezeknek a jótéteményeknek, ezeknek a terményeknek a teljes használat még nem tudtak kiaknázni.
akár ennél a terméknél, vagy olajgyapnél, akár más termékeknél és mezőgazdasági terményeknél, és javaslom mindenkinek, hogy gondolja végig ezeket a példákat, gyűjtsön hozzá hasonlókat, és amikor gazdálkodásra kezd, hogy a megélhetés útját keresi, akkor szépen ezekre támaszkodva szép sikereket lehet elérni. Hiszen nem kell más csinálni, mint a saját viszonyaink között újra alkotni azt, amit mások már kitapostak. Nyilván utánozni nem érdemes, de tanulni belőle mindenképpen. Szerintem ezért is hasznos ez a mai nap, hogy láthatjuk azt, hogy miképpen zajlik a betakarítás és a feldolgozás. Én még egyszer köszönöm vendéglátóinknak azt, hogy itt lehetünk, és kellemes, hasznos időtöltést kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen! Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk kint a Tökföldön, és Dr. Fazekas Sándor földrészi miniszter úrral beszélgetünk, miközben mögöttünk zajlik a tökbetakarítás Kismihályék földjén. Ahogy kiszálltunk a buszból, sokan mondták, hogy még nem is láttak ennyi területen egyszerre tököt. Hogy tetszik önnek ez a látvány? Örülök annak, hogy a karcegi határban is van ilyen kultúra, hiszen a héj nélküli olajtöknek a termesztése inkább a nyugati határszére, Őrségre, Vas megyére jellemző. De egy nagyon hálás és megbízható növény, nyilván komoly hozzáértést igényel, és Kismihály és családi vállalkozása feldolgozza, ízléses, igényes formába csomagolja a tök magolajat és más gyógynövényolajokat is. Tehát a teljes termelés, feldolgozás és a kereskedelem is tulajdonképpen egy kézben van, illetve ebbe az irányba igyekszik fejlődni a vállalkozás. Szerintem ez így jön, mert így marad a legtöbb érték a termelőnél, a gazdánál. Látszik azt, hogy itt zajlik a betakarítás, tök szüret. Hát bízom benne, hogy nálunk is kifejlődik az a kultúra, ami nyugaton ráépül, hiszen ott ilyenkor ősszel dekorációként az üzletek választékában a sütőtökkel és a díszökökkel együtt egy nagyon komoly piaci kategória. Hetekig, hónapokig tartanak olyan rendezvények, amelyek a tökkel vannak összefüggésben, tökféleségekkel, és ez a gazdák számára megélhetést, a kereskedelem számára bevételt, a turisták számára pedig élményeket jelent. Nem gondolnánk azt, hogy ebből a növényből mennyit ki tudnak hozni Ausztriában, Szlovéniában vagy Németországban. Hát az első lépéseket már mi is megtettük, úgyhogy ez biztató a jövőre nézve. Amíg jöttünk ki a határba a busszal, Kismihály tartott egy kis előadást a buszon, és ott elmondta, hogy mi mindenre jó, és mi minden mennyi vitamint és egyéb dolgot tartalmaz a tök, tehát nem is gondolta az ember, hogy egy ilyen hasznos dolog. A tök magolaj az nagyon egészséges, de maga a mag, illetve hát más tökféleségek is a konyhának szerves részét alkotják, és én örülök annak, hogy az utóbbi években az érdeklődés ebbe az irányba fordult. Régebben még gyerekkoromban ért, hogy sütőtök leves nem is hallottuk, most pedig minden étteremnek a kínálatában ilyen kortárt megjelenik, és a tököt is a legkülönfélébb formában, tök magot, tök magolajat legkülönfélébb formákban lehet vásárolni. Én bízom benne, hogy ez a választék még bővül az elkövetkező években, hiszen messze nem aknáztuk ki mindezt a lehetőséget, ami ebben a növényben van. És hát az idei év országtortájában is van szerepe a töknek. Hát legyen ez a csattanó, hogy a tök ebben a formában is szerepez jutott. Emlékezetes, hogy a Köles is elérte ezt a szintet, hogy a országtortába bekerüljön, és a tök pedig szintén, a tök és a tök magolaj a sütemények világába is belépett, de elég arra gondolni, hogy például pogácsához is nagyon jól föl lehet használni, és más süteményekhez, süteményféleségekhez. Itt a magyar leleményesség határtalan. Reméljük, hogy sikeres lesz még a karcegi határban, többen is követni fogják Kismihály példáját. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Kismihállyal beszélgettünk, hiszen visszajöttünk a Tökföldről, és itt a diákok is, és a sok érdeklődő megnézhette ezt az üzemet, mi már nem először vagyunk itt, de folyamatában most láthattuk egészen, hogy mi történik. Gondolta, hogy ilyen sikeres lesz ez az üzem? Nem. Ezt így egy szóval tudnám mondani, nem. Ez az év, amikor pontosan 20 évvel ezelőtt kezdtük el a töktermesztés 2 hektáron. Fogalmam sem volt annak idején, 20 évvel ezelőtt, hogy ez ilyen tud ilyen sikeres is lenni, de próbáltuk komolyan venni, figyeltünk a részletekre, és megpróbáltuk minél mélyebben megismerni a magát a növénykultúrát, rájöttünk a termesztési praktikákra, amennyire rá tudtunk jönni, és utána elkezdtünk azon gondolkozni, hogy szeretnénk földolgozni, és akkor így az elhatározásunkat
tett követte, és így jutottunk el most ebbe a mai formátumba, Szántóföldtől teljesen az asztalig. Itt azért hallgattuk önt a mai nap során, amikor elmondta, hogy minden saját maguk csinálnak meg, hiszen bár 100 hektár az karcagi viszonylatban nagy, de országos viszonylatban minimális, és éppen ezért kell saját erőből gépeket és különböző praktikákat kitalálni. Azt gondolom, hogy akkor ez egy kis kreatív csapat is, aki itt dolgozik önöknél. Igen. Igen, ez a növény is, mint a gyógynövény ágazat is, tehát itt is a gépi technológiák nem igazán állnak rendelkezésre, legalábbis komplexében, ezért kényszerültünk arra annak idején, hogy elkészítsük a töktolónkat, a tökszárítónkat, és konténereket, konténerszállító pótkocsit készítsünk, mert ezeket készen nem lehet megvásárolni. És így, mivel jó kis csapatunk van, és köszönöm minden kollégának, aki részt vett ennek az elkészítésében, tehát el tudtuk azt érni, hogy teljesen a mi magunk igényeinek megfelelő gépesítettséggel rendelkezik a tök megbetakarítási üzemünk. Rekord termés lesz, ahogy itt hallottuk öntől, reméljük, hogy sikere is lesz ennek az önök által készült hidegen sajtót, hiszen megtanultuk a szót is, amit hallottunk öntől többször, ennek a hidegen sajtót tök magolajnak, és sok-sok munkát és sok-sok megrendelőt kívánunk önöknek. Nagyon szépen köszönjük, valóban ígéretesnek néz ki a termés, ez az év olyan volt, mint nem tudom másképp fogalmazni, mint gyerekkoromban voltak a nyarak, hisz nem igazán volt hőségreadó, azt hiszem egy volt, esők voltak, és az UVB sugárzás sem volt erős, tehát nagyon kellemes időjárás volt, ezt a növények is maximálisan meghálálták, a tök rendkívül érzékeny az erős sugárzásra, most viszont nem igazán van napfoltos kabak, sem veszteségmentesen be tudjuk takarítani, és valóban ígéretesnek néz ki idáig a töktermés. Ha a természet megenged, hogy be tudjuk takarítani ilyen körülmények között, akkor valóban jó, illetve majdnem rekordtermésre számíthatunk. Köszönjük szépen! Én köszönöm a lehetőséget!